Lucy és Stephen Hawking George kulcsa a rejtélyes univerzumhoz. Részlet. Dr. Ripper laboratóriuma két könnyen elkülöníthető részre volt osztva. Az egyik oldalon egy furcsa kémiai kísérlet volt éppen folyamatban. Több gömb alakú üvegtartály volt összekapcsolva üvegcsövekkel. Az egyik gömb valami olyasmihez vezetett, mint egy miniatűr vulkán. A vulkán gázai nagyrészt ebbe az üvegtartályba ömlöttek, de időnként apró füstfoszlányok szivárogtak ki. A gázok egyik edényből a másikba ömlöttek, és végül egy nagy gömbben gyűltek össze középen. Ebben az utolsó gömbben egy felhő volt, amin időről időre szikrák szaladtak át. Na, ki akarja kezdeni a kérdezősködést? Kérdezte Dr. Ripper, aki nagyon örült, hogy közönségre talált. Ringo sóhajtott. Mi ez, tanár úr? Mutatott a nagy kísérlet felé. Na igen, mondta Dr. Ripper vigyorogva és a kezeit dörzsölve. Biztos vagyok benne, hogy emlékeztek arra a csodálatos záptojás szagra, amit a bejáratnál éreztetek. Nos, tudjátok, mi volt az? Záptojás? Zendített rá Tank, aki nagyon örült, hogy tudja a választ. Ostoba, dorongolta le Dr. Ripper. Ennél azért jobban kell törnöd magad, ha tudós akarsz lenni. Gondolkozz, mi lehet az? Nagyon könnyű. A fiúk egymásra néztek, aztán vállat vontak. Nem tudjuk, dörmögték mindannyian. Egek. Jaj, egek, sóhajtott a Dr. Ripper. Ezek a mai gyerekek tényleg nem tudnak semmit. Ez a föld szaga több milliárd évvel ezelőttről, mikor még nem volt élet rajta. Hát ezt honnan kellett volna tudnunk, nyögte Szalonagár. De Dr. Ripper nem vett róla tudomást. Ez természetesen nem igazi vulkán, folytatta, és a kis házi készítésű vulkánra mutatott, melynek kráteréből füst szállt fel. Ja, tényleg, természetesen, morogta Ringo. Úgy értem, észre se vettük volna. Ez csak egy kis kémiai reakció, ami ugyanolyan gázokat szabadít fel, lelkesedett Dr. Ripper, és láthatóan észre se vette Ringo szemtelenségét. Úgyhogy hoztam be sarat a kertből, és ilyen kis vulkánná formáztam. Nekem nagyon tetszik. A vulkánból előtörő gázok felfelé gomolyogtak egy üveggömbbe, ahol vízgőzzel keveredtek. Ez egy másik gömbből jött, amiben víz melegedett egy gázégő felett. Mikor összekeveredtek, a gázok és a vízgőz kis felhőt képeztek a nagy lombikban. Ebbe a felhőbe épített be Dr. Ripper egy olyan eszközt, ami elektromos szikrákat gerjesztett. Ahogy a minivulkán fölfelé kökötte a sötét füstöt, kis villámlás szaladt végig a gömbben lévő felhőn. Dr. Ripper gyengéden megsimogatta az üveget. Tudjátok, mikor a villám ilyen gázfelhőkbe csap, furcsa reakciók indulnak meg, és a tudósok észrevették, hogy néha ezek a reakciók a földi élethez szükséges legalapvetőbb kémiai anyagok létrejöttéhez vezetnek. Ezeket nevezzük aminosavaknak. De miért? Kérdezte Szalonagár. Mire kellenek ezek magának? Mert, mondta Dr. Ripper, és egy pillanatra fenyegetővé vált a tekintete. Próbálom létrehozni magát az élet. Micsoda nagy rakás szemét, motyogta Ringo alig hallhatóan. De pattanás már csavarosabb eszűnek tűnt, mint a vezére. Tanár úr, mondta elgondolkozva, olyan sok élet van körülöttünk. Miért akar maga még többet létrehozni? Van, persze, ezen a bolygón, válaszolta Ripper, és elismeréssel nézett rá. De mi a helyzet a többi bolygóval? Mi a helyzet azokkal a bolygókkal, ahol még nem alakult ki az élet? Mi történne, ha elmennénk oda és magunkkal vinnénk az életet? Nekem kicsit ostobaságnak tűnik, jegyezte meg Ringo. Ha átmegyünk egy másik bolygóra, ahol nincs semmi, akkor mit fogunk ott csinálni? Ó, te fantáziátlan gyerek, mondta Dr. Ripper. Mi volnánk a bolygók urai? Minden a miénk volna. De várjunk csak egy pillanatot, mondta Szalonagár gyanakúan. Hol van ez a bolygó? És hogy jutunk el oda? Csupa remek kérdés, ismerte el Dr. Ripper. Gyere és nézd meg ezt! Átment a szoba másik felébe, melyet egy hatalmas kép borított be az űrről és a csillagokról.
Az egyik sarokban egy piros kör volt néhány kis fehér pötty körül, rengeteg nyíl mutatott felé. A piros kör mellett volt egy zöld kör is, azzal a különbséggel, hogy a zöld kör üresnek látszott. A térkép mellett fehér tábla, diagramokkal és őrült irkafirkával borítva. Úgy tűnt, van némi összefüggés az irkafirka és a csillagos poszter között. Dr. Reaper megköszörülte a torkát, ahogy a fiúk összegyűltek körülötte. Ez itt, fiúk, a jövő, mondta, és a furcsa irkafirka felé intett a kezével. A mi jövő? Feltételezem, folytatta, hogy soha egy percig nem gondolkoztatok el azon, mit csinálok akkor, mikor nem titeket tanítalak az iskolában. A csapat bólogatott, elismerve, hogy valóban ezen tényleg nem gondolkoztak még. Akkor hadd spóroljak meg nektek egy kis fejtörést. Én, Dr. Reaper kihúzta magát, és a fiúk fölé tornyosult, a bolygók szakértője vagyok. Egész életemben a bolygókat kutattam, próbáltam újakat találni. És talált? Kérdezte Szalonagár. Sokat találtam, válaszolta büszkén Dr. Reaper. De hát már mindet ismerjük, nem? Mars, Szaturnusz, Jupiter? Kérdezte megint Szalonagár. A többiek bögdösni kezdték egymást. Hú, sutyorogta Tank. Ki gondolta volna? Ez a Szalonagár egy stréber. Nem vagyok stréber, rontott neki Szalonagár dühösen. Egyszerűen érdekel és kész. Mondta Dr. Reaper. Igazad van. Minden bolygót ismerünk, ami a Földhöz legközelebb eső csillag körül van, a körül a csillag körül, amit napnak hívunk. De én más bolygókat keresek. Olyan bolygókat, amik még más csillagok körül vannak. Bolygókat, amik nagyon messze vannak. Tudjátok, folytattam nagy élvezettel, mert végre az osztálynak legalább egy része odafigyelt arra, amit mondott, nem olyan könnyű egy bolygót megtalálni. Éveket töltöttem el azzal, hogy adatokat gyűjtöttem teleszkópok segítségével, és több száz bolygót megvizsgáltam az űrben. Sajnos a legtöbb, amit eddig találtunk, túl közel van a napjához, és ezért túl forró, ami pedig nem kedvez az élet kialakulásának és a lakhatóságnak. Akkor ez nem nagy eredmény, ugye? Szólt csalódottan Szalonagár. Dr. Reaper a csillagtérképre mutatott. Várj csak! Még nem mondtam el mindent. Ott kint a világűrben különleges, fantasztikus dolgok vannak, olyan dolgok, amilyenekről eddig csak álmodhattunk. De már közeleg az idő, mikor mindez majd megváltozik, mikor az ember majd átvág a világegyetemen és benépesíti az egész univerzumot. Csak képzeljétek el, fiúk, milyen lenne, ha mi lennénk az elsők, akik egy teljesen új bolygót felfedeznek. Ez olyan, mint az a tévéműsor, mondta Pattanás vidáman, mikor mindenki felül az űrhajóra, aztán meg elmennek egy új bolygóra, ahol megeszik őket a zöld idegenek. Nem, egyáltalán nem olyan, csattant fel Dr. Reaper. Meg kell tanulnod különbséget tenni tudományos, fantasztikus kitaláció és tudományos tény között. Ez, amit itt találtam, az ujját a térkép sarkában lévő fehér pöttyökkel köré rajzolt piros körre helyezte. Ez lehetne az új földbolygó. Azért elég távolinak tűnik ez a bolygó. Hogy lehetne oda eljutni? Kételkedett Szalonagár. Igen. Tényleg messze van, ismerte el a tanár. Nagyon, nagyon, nagyon messze van. Olyan messze, hogy ha telefonon beszélnék valakivel, aki ott van, több évet kéne várnom a kérdés és a válasz között. Olyan sokáig tartana, hogy a kérdésem odaérjen, a válasz pedig vissza. Beszélt velük telefonon? Kérdezett egyszerre mind a négy gyerek. Nem, bosszankodott Dr. Reaper. Azt mondtam, ha beszélnék. Ti semmit sem értetek? De tényleg van ott valaki? Makacskodott Pattanás izgalmában egyik lábáról a másikra ugrálva. Ezt nehéz lenne megmondani, mondta Dr. Reaper. Úgyhogy el kell jutnom oda, hogy megnézzem. Hát azt meg hogy csinálja, puhatolozott Ringo, aki most önmagát megtagadva egész érdeklődő lett. Dr. Reaper a távolba bámult a fejük felett. Egész életemben próbáltam kijutni a világűrbe, mondta. Egyszer már majdnem sikerült is, de valaki megakadályozta, és ezt soha nem tudtam megbocsátani neki. Életem legnagyobb csalódása volt. Azóta állandóan próbálkozom, és most megint van esélyem. És itt jöttök a képbe ti, fiúk. Dr. Reaper benyúlt a levélért a zsebébe. Itt a levél, amiről a bejárón beszéltünk. Vigyétek el George barátjának.
A neve Erik. Dobjátok be a leveles ládájába, de vigyázzatok, nehogy meglásson titeket valaki, mondta a tanár, és átadta a levelet Ringónak. Mi van benne? Kérdezte Ringó. Némi információ, válaszolta dr. Reaper. Az információ hatalom, fiúk. Ezt soha ne felejtsétek el. A csillagtérkép felé fordult, és égett kezével a pirossal bekarikázott virágos pöttyök felé mutatott, aztán azt mondta. És ez a levél azt az információt tartalmazza, hogy hol is van a világűrben ez a lenyűgözően új, kettes számú földbolygó. Szalonagár kinyitotta a száját, hogy megszólaljon, de dr. Reaper közbevágott. Ma éjszaka dobjátok be a levelet, mondta, minden további kérdést kizárva. És most ideje indulnotok, tette hozzá, és gyorsan visszaterelte őket a folyosóra. És mi lesz a suskával? Kérdezte hirtelen Ringo. Mikor kapjuk meg a pénzt? Keressetek meg hétfőn az iskolában, mondta dr. Reaper. Ha kézbesítitek a levelet, csinos kis összeget fogtok kapni. Most pedig nyomás!